Tolna vármegyében a napraforgó aratását már befejezték a gazdálkodók. Ebből összesen több mint 39 ezer hektáron betettek. A napraforgó termés eredményét és minőségét is befolyásolta a hatalmas nyári hőség. Az elmúlt évekhez viszonyítva alacsony lett a termés átlag 2,98 tonna per hektár, és a minősége is kicsit rosszabb lett, 42-43%-os az olajsav tartalma a betakarított napraforgóknak, ezért sajnos a gazdálkodók negatív bonifikációval alacsonyabb áron tudták értékesíteni. Kukoricát több mint 63 ezer hektáron vetettek, 6,6 tonna per hektár átlaggal, ami alacsonynak számít az elmúlt évekhez képest. A kukorica minősége szintén nem a legjobb. A rendkívüli hőség toxin problémákat okozott. Viszont gazdálkodói szemmel úgy látjuk, hogy ez a toxin probléma az átvevők részéről túldimenzionált, a piaci ár befolyásolása végett. Ugye a toxinfertőzés a rendkívüli hőségnek betudható, viszont egész Kárpát-medencét érintette ez a hőség, de toxin probléma csak Magyarországon fordul elő, vagy toxin problémával csak Magyarországon küzdünk. A kereskedők a toxinos kukoricáért rendkívül alacsony, tonnánként 40-50 ezer forintot, míg az egészséges kukoricáért 75-80 ezer forintot fizetnének. A szója termés eredménye szintén alacsony lett. A cukorrépa esetében pedig a gyökérrothadás veszélye áll fent, ami szintén befolyásolja a minőséget. A hektikus időjárással kapcsolatos anomáliákkal együtt kell tudnunk élni. Itt technológiai fejlesztéssel, precíziós gazdálkodási elemek bevezetésével tudunk védekezni, egyre hatékonyabban és egyre azt gondolom, hogy profibb módon kell a gazdálkodóknak termelni, hogy hatékonyak tudjanak lenni. A jövőben lehetséges, hogy növényfajváltáson is el kell majd gondolkozniuk a gazdálkodóknak. A kukorica kiváló alternatívája lehet például a cirok, ami sokkal jobban tűri a szárazságot.